Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a Callumbo című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés, a Parallax és Retroverzum Kalambó podcastjének második adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Az 1971-ben készült Váltságdíj egy halottért című epizódban Leslie Williams ügyvédnő lelövi a férjét, ám közben azt a látszatot kelti, mintha elrabolták volna a férfit és Váltságdíjat követelnének érte. A nyomozásban ezúttal is segítségemre lesz Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. És Gizur Gergő, szia Gergő. Szia, szia mindenkinek. Ugye ez egy a három epizódból, eh, ahol a repülés, a helikopteres jelenetek fontos része a gyilkos tervének, hiszen a váltságdíjat egy repülőről kell ledobnia ebben a részben. A Johnny Cash főszereplésével készült hattyúdalban aztán, úgymond a repülőgép lesz a gyilkos fegyver, az embert barátjáról című részben pedig a rendőr kapitány egy megfigyelő repülés közben pillantja meg, amint a feleségét a medencébe dobják. Ebben a második számú pilot epizódban viszont még sem a betűtípus, sem a szín, sem a feliratok megjelenési stílusa nem a sorozatban megszokott, a történéseket pedig inkább látjuk a gyilkos, mint Kalambó szemszögéből. Ő inkább csak egyfajta megfigyelőként vesz részt a játékidő majd kétharmadában. Ez képest nem sokat tökölnek az írók, a harmadik percben meg is történik a gyilkosság, így a Kalambó későbbi epizódjainak többségével ellentétben ebben a filmben nincs felvezetés a gyilkossághoz, nem magyarázzák meg a nézők számára egyértelműen az indítékot, és az áldozat nagyon kevés képernyőidő jut. Kezdjük is akkor egy gyilkossággal. Hát kezdjük azzal, hogy ez, a, említetted, hogy ez a második pilot epizód, ennek az a története, ezt az első részünkben már beszéltünk, hogy igazából az, az első pilot epizód az egy, az egy készült, csak úgy magába, és ezt egy fél évvel később vette föl, azt hiszem a, az NBC, nagyon rákészültek, elég sok pénzt ráköltöttek, ez látszik a, a, felvételek minőségéből is, erre majd gondolom beszélni fogunk, például ö, ö, hosszan mutatják a repülőt, ahogy mindenféle flickflakkokat csinál, Sajnos. I igen, és ez már tényleges a pilot epizódnak készült, ezután döntött el az NBC, hogy vajon berendelje a sorozatot, vagy sem. Ezért van az, hogy két pilot epizóddal rendelkezik, és itt még nem a későbbi betűtípus, amiket felsoroltál, hogy azok, azok látszódnak, de már úgy jelenik meg Kalambó, ahogy kvázi szereti mindenki, tehát ő már nem a, nem a, a, a fes Kalambó, most már ő már már... Kálámbó kálámbó. Igen, ő már egy kicsit ilyen lamposabb, és, és, nagyon szerethető. Na ja most ez olyannyira egyébként még annyira pilot, hogy itt van például Magyarországon, ezt moziban mutatták be először. Tehát ez, ez, ez mozivetítéssel történt, még nem is tévében. El nem és, tudom képzelni, hogy ez milyen lehetett. Hát azt nem tudom, de és itt láttam, hogy itt a dátumokkal is, tehát hogy mert nálunk úgy mondják már be, hogy bemutatjuk a Kálábó című film sorozat következő epizódját. Tehát mi, és meg is néztem, hogy tehát olyan, ami már tudtuk volna, hogy ebből a sorozat lesz, és ez nagyon egyszerű, ez az azért van, mert ugye a, 000. rész, ugye az előző, az ugye 68-ban lett leforgatva, és mi az 72-ben vetítették itthon, ezt, ezt a részt, amiről most beszélünk, ezt 71-ben vették föl, és 74-ben mutatták be Magyarországon. Tehát 74-ben már régen tudtuk, hogy már több a, rész akkor van. Akkor rosszul mondtam, tehát, hogy ez két évvel később készült az NBC-nél, mint az első, vagy hát a nulladik-nulladik rész, és akkor ehhez képest fél évvel később jött már az igazi tehát mi már itt azért van, hogy 1974. Dece, november 21-én mutatták be a mozikba, hát akkor már bőven túl volt ugye Amerikában ez. Tehát ők már tényleg azért mondták be, hogy Kállábó című film, mert ők már akkor már rég tudták, hogy ebből a sorozat lett. De hát itt is azért három év eltelt az amerikai három és a magyar bemutató között. Ha már a gyilkosságról kérdeztél, Ádám, én, én azt érzem, hogy így nagyon immediásra ezt kezdték el a részt. Tehát így rögtön robog a vonat, rögtön látjuk a, a jeleneteket. Én, én, nagyon meglepődtem, hogy hát azonnal szinte, ahogy mondtad, a harmadik percben semmi, semmi a felesége. Semmi, tehát egy rögtön bele és az nekem még ami fura volt, és nyilván te is mondtad, Ádám, hogy, tehát, hogy általában azért mindig úgy szokott, hogy valami halvány fogalmunk van arról, hogy kinek mi a problémája, kivel, kikicsoda. Tehát, hogy legalább egy kicsit veszekszünk, hogy te a férjem vagy, és utálok lelőlek, tehát valami. De nem, itt konkrétan megjelent egy random ember, és egy random nő gyakorlatilag kapásból előtte, egy büdös szó nélkül. De az megvan, hogy ez a nő mennyire izmos? Tehát, hogy ő be tudta pakolni a, be, becsomagolta, betudta pakolni az autóba, kiemelte az autóból, és lelökte a hegyen. Ez a nő egy ő... állat egyébként. Beszéljünk hát... már egy pár szóba róla, mert azt nem tudom, hogy tudjátok, de ő egy oszkárdíjas és kétszeres díjas színésznő és rendező, Lee Grant, most is él, szerencsére 98 éves, olyan filmekbe szerepelt, mint az Omen 2, a Rajzás, a Búcsú mulatság, az Airport 77, Úgyhogy nem véletlenül... És az Oscar díjat, díjat 75-be kapta a samponért. szép volt a haja, tehát ez rendben van. Igen, tehát hogy ez, a színészek megint jók, és az összes színész nagyon jó. Végig lehet nézni a, a, minden, a kis rendőrt, meg a, a, a rendőrfőnököt. ezeket így végig lehet nézni ebben az epizódban, és ezek mind klasszikus jó, jó amerikai epizód színészek. Egyedül, majd, majd később erről fogunk beszélni, a kislány, aki a, a meggyíkolt férfinek a, a, a vérszerinti kislánya. Margaret. Igen, szerintem ő nem annyira jó. Ő nem, nem sok mindenben szerepelt egyébként 2003-ban, hogy el itt e ekkor uh, Patricia Mattick, így hívják a színésznő 20 éves volt egyébként. Viszont, hogyha már beszéltünk ugye az amerikai színészekről, hogy nekem, mint szinkronfelelősnek muszáj a további magyar hangokról is beszélni, ugye, meg akkor a szereplőket is, hogy név szerint, tehát ugye a gyilkos, ugye az ügyvédnő, ugye, ugye Leslie Williamsnek vagy Mrs. Paul Williamsnek hívják, ő neki ugye Magyarországon Kubik Anna adta a hangját, ugye ő a gyilkos, az ügyvédnő. Kossuth Jászai Díjas, magyar színművésznő, érdemes művész, szóval az Oscar díjas, semmi díjas színésznő nem akármilyen magyar hangot kapott. Régen minden jobb volt. <gül> <gül> Akkor ugye Michael Clark, aki Leslie asszisztense, aki szintén ügyvéd egyébként, őt Cvetko Sándor szinkronizálta. Margaret Williams, akit ugye az előbb említettetek, ugye ő az áldozatnak a lánya, ugye, aki csak később bukkan fel, őt Bíró Kristina szinkronizálta, illetve még ugye, aki nagyon sok szerepet kapott, ugye a Carson ügynök, aki gyakorlatilag a szövetségi nyomozó a rendőrségnél, ő pedig, hát, Bács Ferenc, azt szerintem. Jaj, nem a rendőrségnél, ne keverjük a szezont a tehát ez az FBI, az FBI nyomozott, mert ugye ez kidnapping volt, tehát emberrablás Igen, volt. Igen, jó, hát szövetségi nyomozó, csak... Tehát ezek, ők agentek voltak, e szemben a, amúgy a local police-tól érkező kalambóval, amiről majd akarok De ettől mindenképpen még Bács beszélni. Ferenc. De ettől még Bács Ferenc, igen, és fantasztikus, fantasztikus Ez magyar így van. szinkron volt. Én nagyon örültem neki, amikor meghallottam bár ugye a fordításról majd szeretnék én majd később, amikor odaérjünk szót szó ejteni, egy-két eléggé számomra bosszantó kis nüansznyi apróságokat, hibákat véltem felfedezni, de ha már a szinkront De most nem nevezték át egyébként a szereplőt. Igen, de ha már a szinkront el, említettetek, hogy ez ugye még a videóvoxos szinkron igen, volt, a ja, Welcome kiadó megbízásából. Welcome igen, kiadó. Welcome. Ha, ha már az elejér arról beszéltünk, hogy mennyire gyorsan indul el az egész, én, én külön ki szeretném emelni a vágót, és utána mentem a vágónak, hogy ki ez az ember, mert egészen elképesztő ilyen experimentális vágások vannak. Rögtön már az elején... Több durva uh, is volt egyébként, majd én szeretnék kitérni egyre, mint mindenképp. Ugy, ugye, Tehát hogy ezt hogy, a vágót ezt úgy hívták, hogy Edward M... vagy igen, Edward M. Abrams és a 70-es, 80 es években elég nagy nevű tévéfilmvágó volt, és rendezett is tévéfilmeket, dolgozott egyik egy spielberg is. Ö, spielberg egyik filmét is ő vágta, aztán a 90-es évektől már, már gondolom nyugdíjban ment meg ilyesmi. Ö, valószínűleg ő a 60-as, 70-es években ezekre az ilyen, az ilyen tényleg nem tudom, azt hiszem, ezt experimentálisnak hívják, és ő, ne, nem ijedtek meg, hogy tévébe készül ez a sorozat. Ő Rágyúrta arra, hogy legyenek hidegrázós jelenetek. Igen, igen, a, nagyon, a, nagyon a fura a két világ, világ miatt, igen. Tehát uh, az, az, amikor ilyen, amikor, amikor uh, meg, tehát, hogy, hogy képkocka, tehát kimerevített képkockába elkezd belenagyítani úgy, hogy közben ide-oda ugráltatja egy másik, másik felvételt. E, e, nagyon fura, Várj, hogy nekem, a két szem a két szem átvált, átvált a az, az autó a tehát -teh Teh -teh az... zseni, tényleg zseni az akkora, szóval akkora para volt, hogy hihetetlen tehát tényleg azt, azt, azt tudom csak kiemelni hogy az NBC az, az, az figyelt arra, hogy ez a pilot epizód ez kapja meg a megfelelő gondoskodást színészekbe, költségvetésben, vágóban, rendezésben, mindenben és egyébként a színész is, ugye mondták tehát tényleg ugye Leslie tehát tényleg iszonyat, ő is egy esz, hidegvérű kőkemény nő. Tehát, hogy végignézed, ugye lelövi a férjét, ugye becsomagolja szépen, elviszi, lelöki, ugye a klasszikus jelenet, hol máshol sziklás szírt, legurítjuk a vízbe, tehát ezen klasszikus elem, de hogy végig az ő arcán is ez a totális hidegvér. Tehát, hogy eszméletet tesz, hogy annyira benne volt, és egyszerűen Már semmi az elején érzés. is megmutatták ezt, amikor az mondjuk nem feltétlenül hideg vér, csak az ilyen nagyon pro, profizmusnak, a nagyon precizi, precizizmusnak, precizmusnak, van ilyen szó? Szóval, most már amikor, amikor, ott a tárgyaláson beszélget, és hát tiltakozik úgy, hogy tulajdonképpen köszönöm, hogy teljesen másról beszélt mással. Hát az, 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 jó. az, jó, hát az már a multit, az, nyilván, az abba, azt szerintem azzal azt akarták sugarni, hogy ő egy baromi jó ügyvéd. Gondolom Igen. én, hogy neki ez nem okoz gondot, de ez, addigra már tudjuk, hogy ez a nő is egy állat. Tehát... Az mit erről, róla, egy kicsit akrássom lett, ahogy néztem? ír neki levelet, hát ha még válaszol, kapsz autogrammat, lehet, hogy olyan régi módi színésznő, aki küld neked ilyen nagy fényképet, a aláírva, hogy szeretettel to Aaron, és akkor hát lehet, hogy van pénze. Áron, egy új élet kezdete ez most. Lehet, lehet, hogy, lehet hogy e felé kéne Hát a következő rész felvételni Áron már nem lesz. Áron Mr. Williams. Már vagyok, hello, külföldről vagyok már, és akkor ilyen Andy Vajnás. Bocs, nincs véletlenül két tévécek, ami eladó? Csak félek, hogy aztán én is egy ilyen műanyag izébe fogom végezni. De akkor figyelj, ha esetleg így történne, akkor sem semmi pánik, mert jön Kalambo, és Kalambo meg is jelenik a 13. percben, és már az első perctől kezdve az a kalámból, akit ismerünk a sorozatból, de egyébként az epizód során Kalambó végig úgy azonosítja magát, mint aki a helyi rendőrségtől, ezt már említettem, a lokál polisztal érkezett volna, illetve ezt mondják neki is, de amikor később megtalálják a holttestet, és nem akarok elugrani, csak zárójelbe teszem, akkor az, az fbi ossal közli, hogy ez már gyilkossági ügy, és az hozzátartozik, ugyebár, de ebben a részben nem hangzik el az a klasszikus mondat, vagy tulajdonképpen ilyen visszatérő elem, hogy Kalambó hadd, hogy a gyilkossági csoportnak a tagja. Úgyhogy úgy, felmerül a kérdés bennem, hogy itt vajon a gyilkossági csoport tagja. Mert ugye megjelenik az elején egy olyan ügyben, amiben az FBI az illetékes, kb. kéretlenül, azért, mert a rendőrség megtalálta ugye a, a kocsiját a, a férnek, félnek, ha jól emlékszem, vagy pol, pol, bocsánat, pol a fér. És aztán ott csak úgy teng hát ugye tényleg a, a, az három háromnegyedéig nem nagyon. Meg, megragadtad a lényeget, mert nekem pont nagyon fura volt, hogy ő voltak éppen mit keresít. Tehát, hogy megjelent egy olyan ügynél, ahol nem gyilkosság megszunkra. a És, erőzáját, és hogy itt a tollát kereste, de hogy itt igazából azért küldték, hogy közölje, hogy meg lett a Verda. Ugye a férnek az autóját megtalálták. Na de nekem ez olyan fura, hogy. Most persze, oké, okay, megint nyilván el kell vonatkoznom attól, hogy ez a elvileg ez a nulla, nulla más feledik, vagy feledik rész, nem, és nem láttam a többi részt, de hogy, hogy egy Kalámbó hadnagyot küldenek gyakorlatilag hírnökként, hogy megvan az autó. Tehát, hogy mi a tökömet keresett ott már, bocsánat, tényleg? Tehát, hogy nem volt se, de gyilkosságnak még a, a kanyarban nem volt a gondolata. És ő meg megjelenik egy gyakorlatilag hírnökként, hogy hát ja, amúgy megvan az autó, de ha már itt vagyok, akkor belehallgatok, mizu van. Ez mondjuk egyébként, nem tudom, későbbi filmben ez nem jellemző, mert a, tehát mindig azon, hogy a, 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 a local police, ahogy te mondod, meg ugye a szövetség, az mindig egymásra köpködnek. Itt meg úgy azért, Kalambó hadna, nyugodtan jöjjön be, maradjon itt, tehát így barátkoztak. Igen, ezek nem voltak megmagyarázva, én ezt így elfogadtam a a tévéfilm sajátosságának. Jó, én me megyek ezzel, de nem volt megmagyarázva. Meg azért, oké, okay, oké, okay, a 70-es éveket írtuk, de nem hiszem, hogy az FBI a 70-es években hagyta volna, hogy egy elrabolt férjnek a felesége ilyen módon adjon, adja át a pénzt, vagy nem tudom, ez a repülősdi, hát meg a táskát is én mindent. adom. Igen, szóval szóval én azt gondolom, hogy ez egy elég amatőr munka volt, Mr. agent Na én, én olyan, olyannyira, hogy én először azt hittem, amikor ugye megjelent a Mr. Agent, hogy ő csak valamilyen, ő ilyen haveri alapon van itt. Tehát te mint, mondjuk az, az előző részben, hogy a, család, a, családnak egy barátja, és akkor így besegítek, na és akkor én vagyok, ha akkor lezárom, lerázom neked a sajtót, meg nem tudom mi, és akkor erre kidője egy szövetségügynök, ügynök, ez így meglepett, hogy, mert én azt hittem, hogy ő csak így, 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 poénból van itt, mert rendes. Jó, tehát akkor úgy folytatódik a, a sztori, hogy miután azt látjuk, hogy hogy ledobta a hullát, és aztán sertepertél a bejáratnál a, a kalambó. Egyébként jön egy levél, ami amit ő adott föl, amiben ugye váltságdíjat követel. Hát a klasszikus magától. A kivágos. klasszikus újságból kivágott. kivágott a, a klisék egyébként 5 centes bélyeg volt rajta, jó dolog, jó, olcsó Én volt 50 láttam, hát, 5 centes volt ebben a nagy jó, jó, oké. És akkor hát ezért jelent meg az FBI, és elkezd sertepertélni a kolomból, és elindul az a szál, hogy hát akkor a pénzt ki kell fizetni. Tehát, hogy egy ilyen klasszikus Lehal telefon lehallgatás, tehát, hogy így haladunk előre a sztoriba. Én itt annyit írtam föl magamnak, hogy egyébként szerintem elég feszes maga a film. Tehát, hogy egy ilyen 25-30 percen keresztül így tak-tak-tak szépen egymás után történnek az események, cselekmények, van egy tök jó sodrása az egésznek. Nem, nem egy bonyolult sztori, hanem így visz, visz magával, ellazulok tőle. Szerintem a fél óra után fog majd egy kicsit leülni a, a ritmusa a filmnek, de itt még, itt még nagyon jó húzás van az egésznek. Szerintem tök jó a, az egész rendezés, vágás, minden. Csak itt nekem megint kijött az, hogy ugye a, a elkövető, ugye Leslie, megint az, hogy tehát meg, túl volt, de ez még hagyján, hogy túl volt, amikor szinte föltölt a, a, a szövetségünknek a Carsonnal. Amikor ültek ott egymás mellett a, a szófán, pamlagon, kanapén, tököm tudja mint, és, és, szinte flörtölt vele, hogy hát maga úgy is megtalál, meg úgy is megoldja. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon fura elem volt, hogy oké, okay, elvileg nem halt még meg a férje, hiszen csak elrabolták, de hogy tényleg így viselkedjél? Tehát, hogy ezt, ezt taglaltuk az előrézőből, hogy ezt nem lehet tudni, hogy, hogy, ki hogy viselkedik, de talán ez egy kicsit erős. Ne, és nem az, hogy, nem az, hogy nem sírod magad össze, mint a hülye, mert azt tudjuk, de az, hogy elkezd elkezdesz gyakorlatilag ezzel a kárszon, egy kicsit olyan, Hát nem is tudom, flörtölgetni, vagy hogy mondjam, ez nekem nagyon fura volt. Ez nem csak nekem szúr szemet, hanem kalámból Hadnagynak is. És szerintem itt volt egy olyan jelenet, egy olyan zseniális jelenet, ami nagyon be tudta húzni az akkori nézőket, hogy oké, okay, ott sertepertél a kalambok, kicsit már így, így vakargatja a fejét, mert érzi, hogy valami nem stimmel, amit mondasz például, az, hogy túlnyugodt, vagy máshogy reagál, de úgy nagyon nem tud mit kezdeni, ő se tudja, hogy miért van itt, de elmegy vécére. És mikor kijön, akkor megkérdezi, hogy ez a citromos szappan hogy ezzel a citromos szappannal ezt hogy, mit kell csinálni, a, miután az ember használta. nem, várj, nem, nem, ezt kérdezi. Azt kérdezi, hogy, hogy ez annyira különleges szappan, mit, 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 mit csinálják vele? És akkor hogy ránéz a Leslie. De tegye az, vissza. Hát használja és tegye vissza, mit egy szappannal kell csinálni. És én nekem az ugrott be, hogy ugye a Kalambónak ez a taktikája, hogy így kilőkö, kipöcköli a komfortzónájából a, a hülyeségeivel, a, azokat az embereket, aki szerinte neki gyanús, később lesz egy olyan jelenet, amikor elkezd beszélni, tök indokolatlan módon a repülőtéren a, a, a valami, Az ismerőséről. Az ismerőséről, aki egy ilyen nagyon fura és nagyon a, 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 agilis, agilis ember. És, tehát, és idegesíti őt. És idegesíti ember, és hogy mit, mit kell csinálni, és adjon, adjon tanácsot. Szóval, hogy, hogy ez egy olyan fura jelenet, hogy így megütköző rajta, és nem is folytatódik. Hanem nem, így... az hogy véget is ér, az megbeszéltük, hogy jó, tedd vissza, jó. De ezek azok, amik be tudnak húzni, mert szerethető kisember feelinget kölcsönöznek a, a kalambónak. Tehát, hát hogy... meg most figyelj, őszintén, ott van, egy rakat, ott van egy rakat ember, és ki az, akinek el kell menni lozira lozira? Kizáról, csak is neki. <síthat> Tehát, <síthat> hogy ott van, van mindenki más, érted, hogy csak most jött nem, ő neki már rögtön kell pisilni. Egyébként nem fura egy ház ez egyébként, mert hogy a dolgozószobából is van emelet föl, mikor tehát, hogy érdekes egy minden ház ilyen volt műmárványa nekem. van borítva a két méter magasig, az ajtó is. Igen, csak hogy vo ugye volt az a nagy nappaliszerű előtér, mit tudom én, és, és, hogy, és hogy volt egy külön dolgozószoba, volt egy külön följárat az emeletre, és az nem csak WC volt ott, hanem több ajtót, érdekes egy ház volt, ez mondjuk lényegtelen, csak furcsa volt, hogy onnan lehet föl menni egy eldugott kis ajtó mögül. De akkor aztán sor kerül a váltságdíj átadására, amiről én még, rengeteg, nem, még nem. Nem, kerül. Nem, nem? Nem, 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 mert ugye ö, itt, bocsánat, van egy fontos, én akkor kiemelnék, ugye, mert a váltságdíjat azt ugye az alapján adják át, ugye, hogy, hogy csörög a telefon, és ugye lemegy az a bizonyos kamuhívás, amivel ugye igazolja, igazolni próbálja ugye Leslie, hogy az ő férje még él, hiszen vele beszél, hiszen Leslie, a, a, a pol, bocsánat, tehát pol hangján, ugye szólal meg a telefon, egy hogy nagy a baj. Hát összevágott, mert ugye ő már akkor nem élték, egy, egy lyukkártyával, szépen előreprogramozta az automatikus hívást, akkor még nem tudtuk, hogy honnan, és ez egy nagyon fontos jelenet nekem, mert uh, itt azért Kalambó belekötött uh, később valamibe, illetve maga Leslie is hibát követett el. Tehát ugye megcsörön a telefon, ugye Carson fölveszi, és mondja, hogy gyere, mert van. És ugye rögtön odafut, ugye Leszli, és ő, ő ugye pontosan tudja, hogy mit fog hallani a telefonba, ezért pontosan tudja, hogy mit kell reagálnia, és azt is tudja, hogy mikor ér véget a mondod, mondhatni a mondandója polnak, és nekem nagyon fura volt, hogy ugye elmondja a férj, hogy nagy a baj, ekkor és ekkorra kell a pénz, és mit csinál uh, Lezli? meg lenyomja a telefont, és utána mondja azt, hogy pol, 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 tehát miért nyomta le előbb a telefont, és utána kezdje, hogy megsz jaj, megszakadt a hívás. Hát persze, hogy megszakadt, basszus, hát lenyomtad. És utána többször lenyomkodta, de a legelső nyomást még az első pól előtt mondta. Tehát ő maga szakította meg a hívást szándékosan, hogy még véletlenül se legyen az a gyanú, hogy ott nem egy élő emberrel beszélünk. Egyiket halka megjegyzem, nekem egy olyan orsos magnóért, amik ebben a részben vannak, ölni tudnék, gyönyörűek ez az ügy, ügyvédnő nem csak izmos és penge a, a tárgyaló terembe, hanem még a gadgetekhez is ért. Ja. Tehát, hogy ő, ő pontosan tudja, hogy hogyan kell egy lyukkártyás, akkori, igen, akkori kütyüt hogyan kell fölprogramozni, hogyan kell hangszalagot vágni klasszikus módon ollóval, és össze, összevágni egy ilyen kamu ö, beszélgetést, amit a féri majd, majd ugye, hát lejátszva bemond a telefonba, szóval, szóval ez, egy, ez egy zseniális asszony, azt kell, hogy mondjam. Viszont, és akkor itt visszajönnék, hogy volt ugye ez az ominózus telefonhívás, ezután ugye egy picit kiakad végre Leslie, tehát egy kicsit mutatja azt a, jó persze ez is megjátszás, de kicsit emberi boldalát mutatja Kalambónak, hogy mondjuk így, hogy hát azért csak megrendültem, hogy a férjem nem tudom mennyi pénzt kérnek, és utána viszont nekem van egy ö, Kicsit, kicsit, fura, mert ugye Kalambónak gyanús lesz az egész, hogy hát ez a nő nekem milyen fura, és hogy izé, ugye ezt mondja a Kárszónak, és hát kérdezi tőle a hogy de hogy miért? És hogy azt mondta Kalambó, hogy csak amikor csengett a telefon, akkor azonnal odorhant a nő, és felvette, és nem kérdezte meg, hogy, hogy hogy van a férje, meg ilyenek. Na de nem így volt, hiszen nem a nő vette fel a telefont, hanem Carson nyomó, a Carson vette fel a telefont, és oda hívta leslie a telefonhoz. Tehát, hogy egy olyan dolgot mondott Kalambó, ami nem így történt. Tehát belekötött valamibe, ami nem így volt, hiszen nem az volt, hogy csöngött a telefon önő kapásból, zsibgel, zsigerből, adott is felvette, hanem pontosan tudta, hogy őt fogják keresni, pontosan tudta, tehát hogy ez már, tehát, hogy miért így reagált? Hát mert basszus, azt mondták neki, hogy szaladj a telefonhoz. Azért ment oda. Nem azért, mert tehát ebbe, ebbe szerintem hülyeség volt belekötni. Oké, ezt a vonalat után el is engedték. És azt is honnan tudhatta, meg hogy miért nem kérdezte meg, hogy hogy van a férje. Hát ő azt elvileg nem tudhatta, hogy a férje fog megszólalni, hiszen ők az emberrablótól várták a telefonhívást, nem pedig a fértől. Most érted, azt mondják, hogy telefon, fölveszed, hirtelen megszól a férje, tehát lehet, az első dolgot, hogy szívem, hogy vagy. Tudom, mi jutott még eszembe, amikor itt, itt tartottam a nézésében, az, hogy jó, 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 én egy csomó mindent értek, meg vannak már karakterek, kalombot már láttuk, feszes, izgalmas tempója van. Miért tölte meg? Mi az indíték? Tehát itt már elkezdtem ezen gondolkodni, hogy annyira gyorsan ugrott bele az egész cselekménybe a, a, a film, hogy, hogy, hogy ne, nem értem, hogy tulajdonképpen mi miért történik. Például akkor, amikor jött az, hogy 300 ezer dollárt kell fizetni, akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy oké, okay, itt van egy iszonyú sikeres ügyvédnő, nyilván a férje is sikeres, baromi nagyházban laknak, 300 ezer forintot önmagától kicsalni... Dollár. Dollár. Vagy mi? Bocsánat, dollárt kicsalni, de dollár, az sem elég indíték. Forintban se lett volna annó forintban se, de hogy igen, tehát, hogy nem elég indíték. Nem foglalkoztam ezzel, tehát nem, nem, nem okozott nekem ez problémát, csak ekkor már elkezdett izgatni, hogy oké, okay, oké, okay, de miért történik ez? Zárójel, majd egy fióra múlva az adás vége felé már ki fog derülni a hallgatóinak is, hogy mi volt az indikték, mert, mert megmagyarázza majd a, majd a rész. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a 300 ezer dollár, ez mai árfolyamon 2,2 millió, tehát 2 millió 200 ezer dollár, ami azért elég azért, az, azért az már szabad szemmel látható. Igen. Én Na de menjünk, 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 tovább, mert még a 20. percnél tartunk, és a műsoridőnk is azért véges, úgyhogy létrejön ez a bizonyos váltságdi átadás. Amire Nem, ugye... egy gondolat, tényleg engedj meg. Ugyanaz, még mindig ugyanaz, hogy vigyük tovább, tehát még mindig nincs szó gyilkosságról, és Kalambó megjelenik a nő irodájában, ahol ugye az a bizonyos táska előkerül. Mi a szart keres ott? Majd a repülőtéren is ott lesz Kalámbó, akinek egyébként repülés iszonya van, ugye amit most te fogsz itt felkonferálni de, az vaj, átadás, de, de igazából ott megmutatta, amikor a nőnek az irodájában megjelent, akkor ott megmutatta azt a, ezt a telefonszerkezetet, amivel be tudja időzíteni. Ez később volt. Ez később volt? Jó. Az később volt. Az később volt. Az később volt. Tehát, hogy, hogy megjelent, megjelent a nő irodájában, amikor a pénzt, ugye, át, illetve át megszámolták és berakta abba a bizonyos táskába, és utána a repülőtéren, ahova most fogunk térni, ott is ott volt Kalambó repülési szonyjal a nyakán, holott még mindig nincs szó gyilkosságról. Tehát már a harmadik helyszínen van ott, úgy, hogy neki. Elvileg ott nincs funkciója. Sőt, hát ugye most... viszik magukkal tök fölöslegesen, hiszen ő a gyilkossági csoport. Tehát miért, miért viszik de magukkal? De nem el, tudjuk el, az... De amúgy nem tudjuk, hogy most ő a gyilkossági csoporttól van-e, és simán lehet, hogy az ő főnöke azt mondta, hogy itt sertepertél a. Az FBI, ö, nyilván a rendőrség tud, tud azért erről az emberrablásról, nyilvánvalóan, hiszen oda megy a kalambó is. Tehát tarts szemmel, Frank, a FBI-osokat, mert nem szeretem, ha itt az én körzetemben ők garázdálkodnak. Ez egy sima ilyen rendőrség. Semle FBI. Semleges környezetben egy semleges film, azt mondom, hogy teljesen oké. Okay. Csak ugye ismerve... Megint, de itt még van, nem ismerve. Vagy... De, én, jó, csak, még, de, 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 ez, a jó ebben a dologban, hogy össze tudjuk vetni a későbbiekkel, hogy ez egy ilyen, egy kicsit ilyen, ilyen logikátlan twist. Én vagyok hármatok közül az, aki nem nincs fejben a következő 66 rész. A tehát, józan hogy, hang. Igen, tehát én, én, nekem ez feltűnő, de úgy vagyok, hogy nem számít, ez egy tök kellemes tévéfilm, megyek vele. Ja nem, fél, félrenés, ne szó is olyan rossz, csak úgy Fura, hogy, hogy már úgy ott van, hogy még nem kell ott lennie ennyi. Én vagyok a moderátor, moderálok. Térjünk át a váltságdíj átadására az Istenért. Igen, apu. De én láttad, én most oda, oda, oda kötöttem. Jó, azt, hát ne, nem már. adjuk át, tehát a váltságdíjat nem adjuk így. át. A váltságdíjat kidobta a repülőből. Jó hosszan mutatják az éjszakai felvételeket is, ahogy repülnek. Nagyon rossz. Szeretnék erről beszélni, a felszállásról muszáj vagyok róla beszélni, mert vannak hibák a szinkronban is elsősorban a szinkronban, de szerintem a filmben is. A 27. percben hiányzik a régi forgalmi irányító hangsávja. volt, hogy látszott, hogy nem, 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 nem válaszol. Igen. Mert így mutatták is a hangszórót. Igen, érthetetlen módon megint nem szövekül a magyar szinkron, és a nő azt mondja a szinkronban, hogy a 85 Rómeó felszállok, de eredetileg 835 Romeo, tehát 835 R. Aztán a magyar változatban nincs válasz, ugye, de az eredetiben azt mondják, hogy your clear 835 Romeo, azaz tiszta az út számodra, 835 Romeo. A helikopter, amiben az FBI és Kalambo ül, nem 35 Foxtrot, hanem 33 Foxtrot, tehát 33 F, Eközben amúgy a nő úgy vezeti azt a repülőt, mint a kocsit vezetne, tehát hogy látszik a keze egy, néhány pillanatra a kormányon, hát ha így vezetni azt a gépet, az a valóságban azért igencsak billegne, fel-le, jobbra-balra, mindenféle ö, irányba, és az meg különösen érdekes volt számomra, hogy a sebességet mérföld per órában mondja a magyar szinkronban, ö, ugye angolul nem tesz hozzá mértékességet, ott csak öt, egy öt nullát mond, tehát 150-et. És egyébként gyanítom, hogy mivel a repülésben nemzetközileg a csomó a sebesség mértékessége, nem mérföld per óra az a 150, elég kevés is lenne, hanem csomó. Bár egyébként nagy különbség nincs, mert 150 csomó az, megnéztem, 277 km per óra, vagy 241 mérföld per óra, szóval nem azért olyan nagy a diffi. Viszont azt is tudom, hogy a repülőgép, amivel, amivel, a váltságdíjat átdobta, Mrs. Williams, és amelyel később ő és Kalambó repült, az 1986-ban gyártották egy Beechcraft Bonanza 36 típusú gép, a Lajstrom jere pedig N7835R, n, n -7835R, tehát ezt is mondja a nő részben angolul, ugye 835 Romeo, és egyébként 174 csomó a maximum, maximális sebesség ennek a repülőnek, tehát ez egyébként a 150 csomó az teljesen logikus és hihető is lenne, és még egy érdekesség erről a repülőről, hogy ez egészen 2022-ig biztosan, hogy repült, mert 2022. szeptember 5-én Mississippi-ben egy helyi kis repülőtéren történt leszálláskor jelentős károkat szenvedett egy kifutó pálya balesetben, de senki nem sérült meg. És akkor meg... De az hogy lehet, hogy 86 ban gyártották? Igen, de ezt azt mondtad, hogy 86-ba. Hát a, a repülőgépek az... azok úgy működnek, hogy a, hogy a, repülőgépeket azokat, főleg az ilyen kis repülőgépeket, de a nagyokat is, a közforgalmi nagygépeket is, minden alkatrészüket lecserélik x időnként. Tehát most nem tudom, hogy hogy, de mondjuk egy, egy Cessna, amit megvásárolok nullában, az 15-ben már nem ugyanaz a Cessna, mert, mert közben mindeneki cserélődik. Én igen, nyilván a, a nagy közforgalmú gépeknél ez biztos más, hogy van, mert egy idő után az üzemeltetés korszerűtlenné válik, meg, meg, sok pénz, és akkor azért effektíve magát a repülőgép típus cserélik le a közforgalmi repülésben. Én azt gondolom, hogy az ilyen kis repülőknél én is utaztam 70-es években készült Cessna-val, de tök úgy nézett ki, mintha magyártották volna. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen így, így lehetséges ez. És akkor még csak két érdekesség, aztán hagylak titeket szóhoz jutni, hogy a végtelenül unalmas és indokolatlanul sötét pénzledobós jelenetben kedvencem volt, amikor az FBI-os azt kérdezi Kalambótól, hogy látja az országot? Utatod balra, és jobbra van az országút, és mindenki jobbra néz. Tehát, hogy ezt nem tudom, megfigyeltétek-e. Illetve az igazából ezután jelenet után, de, de szeretném beszúrni, és nekem beszúrni, és nekem nagy kedvencem volt, hogy hogy a pénzátadás után Margaret a tévében a Gyilkos Vagyok című filmet nézi, amely egy olyan nőről szól, aki megöli a férjét, hogy megkaphassa a férjét, férj életbiztosítása után járó pénzösszeget. És aztán, ugye ezt kapcsolja ki a, a, a Leslie. De akkor térjünk vissza magára a pénzátadásra. Igen, tehát a, 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 én ott kapcsoltam be az angol feliratot, tehát maradtam a magyar szinkronnál, de bekapcsoltam az angol feliratot angolul, mert én néztem, hogy azt mondja, hogy balra dobja, és jobbra kidobja ilyen magát, hogy tehát hogy maga természetessége, mondom, itt valami nem stimmel, és onnantól kezdve kezdtem el azt figyelni, hogy na, akkor itt, itt gondok vannak, és egyébként volt az, hogy nem észak-kelet, hanem észak-nyugat, meg szóval azért volt, még több, több ilyen apróság is volt, ami, 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 hibás volt. Az elején valami miatt vissza kellett tekennem a legelejére, kiderült, hogy tulajdonképpen nem Delta részvénytársaság, hanem az eredeti angolban Delforce részvénytársaság, nem Dozon úgy, hanem dóson az eredeti angolba, tehát hogy valószínűleg tartom, hogy ez még az, amiről már az előző alkalommal is beszéltünk, hogy, hogy túl, hangzik, túl, bonyolultak szerintem. gondolják, hogy, hogy Dawson uh, részvénytársaság. Lehet, hogy az egyébként a Dolson szám is erre, a, 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 ez amit mondta, hogy a 435 csak 35, vagy mit tudom, megmondta, túl bonyolult, a 435, a 435, gyorsabb legyen, tehát, mert, mert, igazából a, story sztori szempontjából irreleváns. De egyébként az, annak a tévéfilmnek én is utána néztem, az egy elég jó 44-ben készült film, Billy Wilder a rendezője, és azt én láttam, máskor, és ez egy elég jó film, az tökre ajánlom. Mennyire mert a lehetne egy spin-offunk, amiben azokról a filmekről beszélünk, amiben <laughs> a Kambóba belenéznek. De egyébként az a, az a része, amikor Margaret, az a film, ez ritka pervers dolog szerintem egyébként, hogy, tehát hogy elrabolják az apját, Váltságdíj, és ez egy négy, egy olyan, néz egy olyan filmet, ahol szintén az ez egy... történik, és várjál, kulcsjelenetben közlik vele, hogy hát valószínűleg már úgy se De egyébként most el, nem akarom átugorni, de az, mert az egy jelzés Margarettől Leslie számára, hogy hát tudom, hogy mi történik. Tehát Leslie megnézte a TV Guide-ot, és látta, hogy ma este a lét izében ez a film lesz, és azt mondta, hogy akkor bekapcsolom, hogy lássa ez a ribanc, mert hogy utálja. Minden esetre a pénz átadás, idézőeket mutatok itt ebben a podcastban. Egy hosszú a... vontatott, véget nem érő jelenet. Igen, és az tulajdonképpen annyi, hogy ő kidobja, kidobja a repülőn, és azt a, az üres... Táskát megtalálják majd a rendőrök. Mert és ugye akkor a hát biztos, hogy az emberablók. Igen, igen ezt Ennyi. akartam mondani, hogy a biztos, hogy az emberablók, akkor csak a pénzt elvitték, és már nem lehet őket megtalálni. Ugye Kalambó itt fogja kiszúrni azt a hibát, hogy ez fura, hogy az emberablók a táskából kiveszik a pénzt, nem pedig az van, hogy csak a táskát megfolyják és rohannak az a táska Táska ez egy bűnjel. És a táska, az nekünk megmutatják a legel ekkor, hogy egy kicseréli a Leslie, tehát így lopja el a ezer dollárt. Még a jelenetelején, a, a amikor beszáll Kalambó a helikopterbe, akkor ott ő mit rúg föl ott? Az egy lámpa, vagy egy kamera, vagy mi a tököm, az, az a kis <laughs> a nyavaja? Igen. Jó, de ha már itt most szóba került, a, 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 ugye most már Kalambónak minden ilyen attribútuma megvan, van slamposság. Csak a Peugeot nincs. A Peugeot még nincs, de van slamposság, a normális cipőt kapott, bőrcipőt kapott, nem azt a béna cipőt, ami az első részben volt, vagy a nulladik részben volt. és szivarja is megvan, de ez egy ilyen hosszú, zöld színű szivar, nekem ez nagyon meglepő De már nem volt. csak az van, már van rövid is. Már van rövid, és most én, én szinte csak a hosszúkat vettem észre, akkor van a, rövid. A göbzinél, a, göbzínél, a göbzínél, amikor felszállt, akkor egy akkorát dobott el, ami már félig el volt szíva, tehát ott már azért, ott már azért meg volt kóstolva az a ropi. És akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam a hallgatóinak, hogy mi, mit akarnak. Ezt az esőkabátot, ezt New Yorkban vásárolta maga a színész 15 dollárért, a, azelőtt, mielőtt ezt nulladik részet, az előzőt forgatták volna, és szinte végig ez a 15 dolláros esőkabátja vagy balon kabátja volt meg, és, és ez annyira megtetszett a, rendezőnek, meg mindenkinek, hogy, 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 benne hagyták. Ugye még az előzőben ott jó bár csak a karján volt, de most már itt ebben a részben végig rajta van. Ez már abszolút olyan, olyan kalambós. És, és, és a szivar is olyan, hogy, hogy, ez volt arról szó, hogy valami mindig legyen nála, de azt lehet tudni, hogy a szivar az egy, az egy hálás kiegészítő egy színésznek, mert mindig tud a komatatni valamit, meg tud valamit tenni a kezével, tehát hogy, hogy ez De így... De a Kalambó karakter igényli is ezt. És egyetli. igényli is ezt, tehát hogy nagyon jól, nagyon jól néz ki. És ne felejtsük el, hogy ez az az időszak, amikor mindenki bagozott a tévében, tehát uh, nyilvánvaló, hogy az is szempont volt, hogy egy kicsit legyen más, mint mindenki más, tehát mondjuk ne cigarettázzon, ami... Ne cigarettázzon, igen. Pipázni az nem, ne, nem, illik hozzá. Meg a pipázás macera. Igen, ez meg bárhonnan először. a. A, Igen. tehát, hogy minden ilyen nagy detektív, a, Sherlock Holmes a pipa, minden ilyen nagy detektívnek van egy ilyen valami, valami ilyen szopószokása. Na, szóval ez, össze van, ez jól össze van rakva, tehát hogy ez, ez nagyon jól ki találva. Szerintem itt most Gergője a szó, mert én egész odáig szeretnék ugrálni, amikor Kalambó belelendül. Bár nálad mert nálam mi a belelendülés? Hát tulajdonképpen, amikor elmondja a nőnek, hogy mennyire basszák a részletek és az időzítős telefon, amivel ja. a hívást intéztem. Hát én neki. én most csak, csak erre vagyok kíváncsi, ez most lehet, hogy tökre, vagy ki is lesz vágva, nem tudom, de én azon gondolkodtam, hogy a, ugye a nő, amikor kicsit kidobja azt a világítós kutyút. Az mi a szar? Az egy Mert, GPS hogy, jeladó. Ne, de nekem nagyon fura az, hogy ugye ő kiveszi a táskájából, és olyan furán villog, nem is valami erősen kidobja a repülőzén, sem baj nem lesz, leesik a földre, viszont a, viszont a repülőgépből rohadtul más fénye van. Azért, mert itt nem tudom, hogy miért, miért, gondoljátok, hogy ez egy nagyon jó epizód. Ez szerintem a Kalambo történetének legrosszabb én epizódja. a múltkor, de az áron igen, a múltkor ment a tévébe, a Jokin rányomtam, és láttam, hogy Kalambó, ó, mondom, tök jó, megnézem, és ez a rész volt, de én akkor ezt még nem vágtam, hogy ez a második rész. Tehát, hogy én most szembesülök majd a sorrenddel először, bármennyire is szeretem a Kalambót, mert eddig mindig össze visszanéztem, és el is kapcsoltam, mert borzasztani idegesített. Egy, egy, egy nem tudott ez egy Emmy-díjas, meg egy Oscar-díjas színésznő, aki egyáltalán nem tud, mit, ját, mit, mit csinálni ezzel a karakterrel. Mindenki vagy alul, vagy túl játsza a jeleneteket, a rendezés borzasztó, szerintem a vágás borzasztó, azok a pszichoderikus vágások az elején, egyet teljesen kilógott mindenhonnan. Persze, hogy kilógott. De hát még kóstolgatta a sorozatot. Visszavág... Mutatjuk az órát, visszavágunk az óráról, mutatjuk az órát, visszavágunk az óráról, mutatjuk az órát, visszavágunk az óráról. Ja, ja, Szerintem hát, hát hallom, persze. amikor ezt felpicselte. Szerintem borzasztó, végtelen. Szerintem, hosszú... szerintem illet a nő, szerintem illet a karakter, ez, mert az önő ez nagyon gáz volt. Tehát nem úgy, hanem hogy, hogy maga. Nagyon bírom, hogy, nagyon, bírom, hogy, nagyon ki vagy akadva. Én, én ezt, én ezt, 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 Borzasztóan. Hát kikérem magamnak ezt a, ezt a epizódot. Mert ki kell mondani, mert a hallgatóink is ezt gondolják róla, és azt gondolom, hogy ki kell mondani. Nagyon fontos, hogy elmondjuk, mert közben a hallgatóink azt hiszik, hogy na hát ezek hát elélveznek mindjárt a 1971-es epizódtól, több mint 50 éves, és még ha az 50 éves múltjába rakjuk, akkor is borzasztó. Nem, ez egyáltalán nem dicsértük halál. Egyáltalán nem. Sőt, elmondom, szerintem, legalábbis én a magam részéről az előző részt, amit nem szerettem, azt jobban dicsértem, mint ezt. Itt én magát a kalámbót dicsérem, nem, nem magát, az, nem magát a, a, a jeleneteket. Nekem mondjuk az a vágás, az tetszett. Viszont az valamire idegesített, hogy a pénzátadásnál ugye arról volt szó, ugye ezt kérte mindenki, hogy ne legyen sehol a közelbe jard sehol ne legyen rendőr. Ehhez képest kidobja a lóvét, majd a következő képvágásnál az üres táska körül megjelenik három rendőrautó villogóval és egy helikopter villogóval. Hát közszépen basszus, hogy arról volt szó, hogy nincs rendőr. Én azt nem értem, hogy azért, Ezt mert helikopter, helikopterrel és repülővel mentek, de azt mondja az FBI-os, hogy ott a kereszteződésnél majd elfordul a csaj. Hát, az... hát miért, miért megy a, az úton a csaj? Hát mert hogy Kálánból is értső, hogy merre megyünk vagy hogy követni tudják a, az egységek, akkor meg ugyanúgy nem igaz, amit mondasz, mert akkor azért megy az út fölött, arra, mert az út megy, hogy a rendőrségi egységek is tudják követni, hogy a FBI-es Gyakorlatilag mondott, hiszen ez történt, hogy arról volt szó, hogy ne legyen jard, és ehhez képest még nem csak, hogy tele voltak, még pasz meg villogtak is. Tehát, hogy, tehát hogy még csak az, hogy legalább civilként tűnjél, de amint amikor megindult, hogy akkor elfordul, bekapcsolta a piros villogót és elindult. Hát mondom, Szóval, jó. szóval ez, ezek után szerintem lelassul egy kicsit a, a rész. Én, én ideig éreztem, hogy van egy húzása. A, a hülyevágások miatt, a, a nagyon egyszerű története miatt, de ezután nekiáll a, a rendező egy ilyen hosszan elnyújtott jelenet soroknak, hogy ez történik, az történik, ezzel beszél, jön sertepertélni a kálámból, mindig valami, valami apróságon megakad, de tulajdonképpen túllendő rajta, és olyan nagyon nem kezd el tehát, hogy, hogy leül a rész, és nem kezd el valóva tartani. Én azt érzem, hogy, hogy, mint, hogy mint egy ilyen. Légy, aki bezárta a szemét, becsukta a szemét, és így nem tudja, hogy hol a kijárat ebből a szobából. Tehát én ezt érzem ebből a következő egyharmad részben. De Leslie is amatőr Mindenki vált amatőré vált, bejön már. ugye a, a lánya, a meggyilkolt férnek, aki szintén nagyon rossz színésznő, szóval hogy, hogy, hogy itt elkezd, elkezd nagyon lenni. Nem, nem csak a színész, hanem a karakter. Tehát az hogy érted? Tehát, hogy ö, ö, mindenki ugye elvonul, ugye, amikor kiderült, hogy a fér már bizony nem, ér, stb. És akkor mindenki elmegy ugye Leslitől. Margaret fönn fönnalszik, ez meg elkezd dudorászva táncolni, izé boldognak lenni. De az is indokolatlan meglátja. volt, szóval ezek indokolatlan hát egy részek. Egyrészt indokolatlan, másodszor pedig amatőr. Tehát, hogy, hogy ennyire, ez, ez egyszer annyira felcseszett, hogy ennyire nem lehetsz amatőr-idióta, hogy, 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 hogy basszus, oké, okay, hogy klisé, hogy meg fogják látni, de nem már. Van egy olyan része, amikor bejön ez a szó, hogy idiószinkrázia. Az miért jön be? Miért jön be az, hogy idiószinkrázia? Én utána néztem, hogy mit jelent, de egyéb, tehát mi indokolja a forgatókönyvben, hogy ezt így kivigyázzák. be a hallgatóinkat is, kérlek, hogy mit jelent. É, nem tehát én nem tekertem vissza, nem emlékszem rá, hogy miért kezdik el mondani, de megnéztem a szót, mert annál felkaptam magamat, hogy jó-jó, miért, miért? Tehát ebből látszik, hogy egy kicsit elbobiskoltam én is a, a nézések közben, mert annyira leült a, a rész ebben a második harmadában. De az idiószinkrázia kérlek szépen azt jelenti, hogy a. Vagy azt jelenti, hogy vele született túlérzékenység egyes gyógyanyagokkal szemben, vagy ezt jelenti, vagy azt jelenti, hogy heves, ingerült, és lényegében indokolatlan ellenszenv valakivel szemben, írtózás valakitől, vagy valamitől. Ezt jelenti az idioszinkrázia. Hát mert ez van a Margaritnek a Leslievel szemben. Hát oké, okay. hogy ezeket 71-ben egy pilot epizódban Miért kell a forgatókönyvírónak beírnia egy ilyen szót? Ma is tanultam valamit, szívű epizód is megvan. Merő Svájcban tanult. Igen, Czürikből érkezett haza, igen. De... Szóval, hogy azért tényleg tele van ilyen indukatlan hülyeségekkel a Itt rész. már igen, elkezd, és, és utána, utána megjön ez a rész, amikor bemutatja Kalambónak gyakorlatilag a telefonját, amiről ugye mi is megtudjuk, hogy a, a hülyéje a saját irodájából csinálta a kamuk. Na de az viszont tetszett. Nekem akkor, akkor merült, tehát akkor jött vissza az érdeklődésem a, a film iránt, vagy a, a, TV film iránt, amikor bejött az, hogy Kalambó már megint így, tehát egyrészt Kalambót elemezte a, 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 gyilkos, másrészt Kalambó pedig kicsit szánakozva tördelte a kezét, hogy elnézést kérek engem, nagyon zavarnak azok a kicsi apróságok. Azért. Tehát, hogy ekkor, ekkor éreztem, hogy megint van valami húzása a részén. Ennek az előszobája volt, hogy megmutatta a telefonját, itt ugye tálcán kínálta, nem, és nem is ezután, nem, a, a repülés előtt kezdi el Kalambó mondogatni hanem nem, nem tetsző részeket. Tehát, tehát a tálcán kínálja magát lezni, hogy hülye vagyok, és utána pedig Kalambó beindul, de az még a repülő előtt, mert ott viszont már olyan ö, dolgokat is felhoz Kalambó, amire azt mondom, hogy na ez már kalambó. Na de miket hoz fel? Mire gondolsz? Ugye nekem például az nagyon tetszett, hogy amikor Kalambó ugye közli Leslievel, hogy a gyilkosság úgy történt, hogy ö, a gyilkos ült, az áldozat állt, akkor ugye Leslie fejében, ugye aki eddig egy hidegvérű volt lejátszódott a sztori, és végre először tényleg megrázza, amit Igen. csinált. Na nem azt mondom, ekkor hogy akkor tudtad, hogy, hogy ő a De ekkor, ekkor, ekkor tényleg úgy látszott rajta, hogy. Tehát lejátszódott a, a jelenet a fejében, amit eddig ő hidegvérrel végigcsinált. Ez, ez, ez egy óriási dolog volt, nekem legalábbis, ez tetszett ez a rész, hogy hogy ott, ott tényleg ott, ott, ott mintha történt volna valami ebben a nőben, leszámítva, hogy most tök mindegy, hogy milyen volt. De hát ez jó volt. És ugyan, ugye a ugye elkezdi azt feszegetni, hogy neki fura példa, hogy 22-es kaliberrel öltek, mert a bűnözők inkább 32-es vagy 38-as szoktak használni, ez eddig nem legit, különösebben, mert most nincs megszabva, hogy ki mivel ő jön. De az, hogy miért gondolja, hogy ez neki fura, mert hogy miért gondolja, hogy a kisebb kalibernek jelentősége van, mert ugye kisebb kalibernél kisebb az esély arra, hogy a gyilkosság helyszínén nyomodhatsz, mert ugye nem lukasztja át a holtestet. Na ez ez, egy, ez, ez, erre azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó feltételezés. Nekem ez nagyon tetszett, mert itt egy tényleg egy olyan, oké, okay, nem egy kézzel fogható bizonyíték, de itt egy olyan dolgot hozott fel, ami, ami egyértelmű mutatja azt, hogy itt valaki úgy ölt, hogy nem akarta, hogy ott bármilyen nyoma legyen annak, hogy itt történt a sztori. És itt kérdőjelezi meg igazán az, hogy tényleg emberablásról beszél. És, ez, és, ezért ez a rész is például nagyon jó a forgatókönyvben, mert ezt mi nézők ugyanúgy vagyunk, mint, hogy mondtál, hogy 22-es kaliber, zak, kit érdekel? Hát mit, mi? de el kell magyarázni a nézőnek, mert a néző sem tudja ezt. Szóval a forgatókönyvel sok baj van, de ezek az apró részek viszont nagyon jók, mert így kell megírni egy forgatókönyvet csak végig, hogy, hogy a néző az értse, hogy miről van szó, és mi történik a, a, a filmvásznon. És ugye, ugye ezután az egész elmélet kifejtés után az ügyvéd, ügyvédnőből előjön az ügyvédnő, és akkor elkezdi ugye önmagát védeni szinte, hogy hát ezek, ezek, nem állnak meg, meg ezek nem bizonyítékok. Tehát, hogy ott már, mintha, mintha már kezdeni vagy. Akkor Kalambó mi, hogy, már tudta, hát, hogy ő az. Tehát, hogy... Persze, itt, már mindenki tudta, és akkor utána jön az a része, amit, hogy Ádám adott, hogy repülni. Nekem ez a repülős rész. Hát, ez... Ádám <suk> nem bírja ki, már itt röhög előre. Miért röhögsz? Kessé. Azért, mert az ultra gáza bizony. Tehát... várjál, de nem érted. De az a baj, mert te azt nézted, hogy milyen szarul néz ki, ahogy repül, mi a francia mutatnak ennyit, de a repked, elfogadom az is baromi szarul néz ki, ahogy belülről mutatták, hogy, 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 vezeti a kalambó a gépet, mert ott minden látszott, hogy olyan műn, mint a húza. Nem is ez a lényeg. És itt például nekem igenis volt jelentősége annak, hogy elvitte kalambót repülni lezni. Mert ugye Ugye Kalambó még kérdéseket akart feltenni neki, és akkor gyere velem repülni. És a Lezdi pontosan tudta, vagyis valószínűleg sejtette, hogy a Kalambó fél a repüléstől. Az ügyvédnő az irányítást akarta visszavedni. De várjál, de rohadtul el, de figyelj, de az egész egy, egy, egy ilyen, ilyen színusz hullámszerűség, hogy ugye elviszlek repülni, Látom, hogy nem érzed jól magad, ezért direkt olyan manővereket csinálok, hogy, hogy, hogy elhány magad szinte, mert hogy akkor csinált ezeket a flip mindenféle francokat, ugye Kalámból látszott, hogy baromira nem érzi jól magát, és utána egy gesztus tesz felé, hogy jaj, neked ez nem tetszik, akkor gyere, megtanítalak, hogy kell repülni, és visszaadja neki azt, hogy most akkor én milyen rendes vagyok veled, Szerintem és kegyet egy... gyakorolt. Ez manipuláció. Igen. De manipuláció, manipuláció, mert igen, mert várjál azért, mert ugye Kalambó kérdéseket akar neki feltenni, és ezt a kérdés halmot, amit föltesz neki Kalambó, Ő valószínűleg egy olyan területen akarta, hogy megélje, ahol ő, mint Leslie, otthon érzi magát, mert a repülőn Leslie érzi magát otthon és a hadnagyot pedig elbizonytanítja először a manőverekkel, majd utána egy kicsit kegyet gyakorol felé azzal, hogy ja, hát tudunk mi együtt szépen is repülni. Na, mond a kérdés szerintem tökre egy, én tökre egyetértek veled addig a pontig, hogy szerintem nem számít, hogy a ké, nem, szerintem a motiváció az nem a kérdések feltevésében, hogy ezt most ő azt biztonságos helyen akarja megélni. pont az a beszélgetést, abban abba egyetértünk, tehát ott volt egy beszélgetés, ahol Kalambó elég egyértelműen megmutatta a fog a fehérjét, úgymond, hát nyilván nem hülye az ügyvédnő sem. Ezt ugye láttuk, és ezt a Kalámbó sem feltételezi róla, hogy hülye lenne. Tehát pontosan, tudja ez a, tudom, tudod, hogy tudom, hogy miről beszélünk. És utána elvitte repülni azért, hogy, hogy megmutassa, hát ott én, én tudok repülni, gyere, próbáld ki te is, milyen egyszerű. De igen, abban igazad van, hogy én nem azt a részét figyeltem, hanem inkább azt, hogy ez kb. olyan volt, mint amikor elmész vendégségbe, és akkor mondjuk te utálod a mákos sütit, de a vendéglátó belemászik az arcodba, hogy ugyan kóstold már meg a sütit, a mákos sütit, hát, hát ha mégis ízlik, de közben nem ízlik, hát persze, hogy nem ízlik, mert utálod a mákos sütit. Tehát Igen. egy kicsit ilyen, de azt azért itt a parallax és univerzumban mindenképpen mindenképpen el kell mondanunk, hogy hogy azért itt csoda történt, mert hogy, mert hogy nem hatott rájuk a gravitáció, <laughs> láthatóan. Semmi figyelj, aki, az, egész képi megvalósítás ilyen szempontból te borzasztó volt, és el volt nyújtva, tehát indokolatlanul sokat látunk bőle, de nyilván nekem azért azt akarták nagyon hogy, üzenni, hogy, hogy itt nagyon, nagyon megpörgették a kalambót a levegőben. Gravitáció videóval, vagy bármi. I igen, mondjuk ki, valóban ez, olyan rész, ami korábban is volt már, hogy sokkal feszesebbre lehetett volna vágni, és a vége nem egy 90 perces vagy 100 perces film lett volna, hanem egy 80 perces film. Ez tök indokolatlan. De a hidegvérű nőt, Azért azt megmutatta. Persze. Ott egy hegy. Most akkor mit csináljunk? Hadd úr. csinálja máskülönben meg. Balra menjen. Menjen jobbra. Menjen balra. Húzza föl. Igen. Balra. Még balra. Ott a hegy. Ott a hegy, balra, jobbra. De itt csak megmutatta, akkor mégiscsak, hogy itt én vagyok otthon, és te vagy a vendég. Mert végig, hát ez a nő egy lekezelő nő azért. Az. 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 És ez később még egy párszor kijön. Ugyanakkor ezek a külső felvételek azért szépek voltak, Ebbe beletették a pénzt, mert a ott, háttér szép volt. Mert ott, ott föl kellett menni egy második repülővel, hogy felvegyék azokat a felvételeket, szóval átszulóztam. De a így... belső kaberás az borzasztó. Hát ez nyilván a belső kabarás, az csúnya volt. Hát ez Azon persze. gondolkodom egyébként most így, hogy, hogy ugye, ugye, ugye ne felejtsük, egy ugye 70... 72-ben vagyunk, tehát hogy Vagy 71. 71 egyébként. Tehát 70-ben vagyunk. 70-ben, igen, jó, jó. Nagyon mostani szemmel is nézzük ezt, hogy vajon a 70-es években, mert ugye most már minden egyes filmnél ugye elvárjuk azt, hogy feszített legyen, gyors legyen, pak-pak-pak-pak történjenek, de, de akkoriban ez lehet, hogy nem volt annyira gáz. Szerintem fontos, amit mondasz. De hogy igen. akkoriban nem volt ez az elvárás, mint most ugye, most ugye, ugye most nyilván nem akarok itt kimenni ilyen social media, minden szarra, de hogy tényleg annyi inger ér minket minden irányból, és ez nyilván van a filmrendezés is befolyásolhatja, de a 70-es évben ez nem biztos, hogy így volt. Tehát azt mondom, hogy bőven belefért az, hogy, 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 ennyi indokolatlan repkedés mutassa. Ja, nem tudjuk igazából, hogy milyen volt az 51 évvel ezelőtt, de hajlok arról, hogy abban van igazság, amit mondasz. Viszont muszáj én is kicsit fölpörgetni itt az eseményeket, mert elfogyalódunk a műsoridő, úgyhogy szemtől szemben, mert hogy amikor Margarita. Pörgő, mint a repülő a levegőben, ne Amikor Margarita házba hívja az apja eltűnt kulcsai miatt Kalámbot, jelenet végén, amikor Lezi megköszöni Kalámbónak, hogy leállította a lányát, azt mondja a hadnagy, hogy nem engedhetem meg, hogy hamis bizony bizonyítékok alapján ítéljek el Igen. Aztán ugye a nő kielemzi Kalambót, hogy úgy csinál, mint aki piszmog, de közben nagyon is figyel, és egyébként vicces, hogy pont az es, ebbe a beszélgetésben pont az eskütszéket említi Kalambó, és azt, hogy, hogy ugye mennyire fontos a, a, a vádeljárás során, a, a, bizonyítás során az eskütszék, hogy úgy mutassa be a, a, tettet, hogy ugye azt az eskütszék is hát egyrészt megértse, másrészt meg azt szűrje le belőle, amit ugye a, a akar mutatni, ezt nyilván a nő is tudja, de azért ez egy ironikus mondat volt, mert amúgy, ha ugye előre, onnan nézve előre emlékszem a, a Kalambó többi epizódjára, azért többségében neki mindig csak közvetett bizonyítékai voltak. Tehát egy csomó esetben úgy ért véget a rész, hogy ha csak nem az van, hogy bevisszük onnan, uram és ön vallomást tesz, beismerő vallomást tesz, akkor azért bíróságokon egy-két olyannál, ahol, ahol nagyon rezgett a léc, nem nem állta meg a helyét. Sosem álltam meg így, ugye ez az első résznél volt a, a nagy bajom, de itt azért már összeszedett olyan dolgokat, amikor nem csak az volt, hogy spekulált, hanem azért itt tényleg jobban összeálltak a mozaikok. De egyébként kihagytál egy fontos részt, mert ugye te már rögtön azt mondtad, ugye, hogy ez a kulcsos jelenet. De ugye itt ő már elvileg szövetkezett a, 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 a Margarettel mert ugye volt ugye az a jelenet, amikor ugye a Kalambó elment hamizni, és ugye a Margaret meglátogatta őt. Egyébként ott volt egy nagyon vicces jelenet, ugye kikérte Kalambó a csiliét, és ugye odaült vele a Margaret, és a tányér tele volt. Nem evett egy falatot se. és mondta a Margaret, hogy ülj már át egy asztalhoz. És Kalambó visszarakta a kanalat a csilibe, következő nyit, ott vannak az asztalnál, leteszi a, a tányért, és már belevette egy csomó mindenki. Valaki nagyon ilyes volt, mert alig volt már benne, ráadásul a kanál nem is a tányérba volt, hanem mellette. Jó, figyelj, ha már erről, ha már ezt idehoztál, akkor ez Eljágosítsatok föl, ugye ő csilit eszik, és, és egy krekkert kapott mellé, és a krekkert kézzel beletördeli. Ez mi? Én nem tudom. Én szerintem bár a csilihez, gondolom a csili vagy bab, ahhoz szoktak enni kenyeret. Most lehet, hogy az amerikai... Hát mi? Ez, hát igen. Hát azért lehet, hogy ők viszont ke ilyen, ilyen, lehet ilyen sós kekszet esznek hozzá. Nekem is fura volt. Ez a hely egyébként, ahol ezt fölvették, ezt úgy hívják, hogy Barney's Beanies és ez egy létező hely ott nyugat Hollywoodban, és későbbi részekben is majd meg fog jelenni párszor. Igaz, ez az egyetlen alkalom, amikor ott vették fel a jeleneteket, és minden későbbi jelenetet majd már, 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 a stúdió körülmények között fognak fölvenni. Szóval ez egy igazi létező csiliző hely egyébként. De itt ugye azért volt ennek jelentősége még ennek a résznek, nem csak azért, mert valaki megette a Lambo Csiliét, még odaért az asztalhoz, hanem mert, hogy itt ugye a Margaret azzal a célral jött, hogy ugye ő közölje Kalámbóva, hogy szerinte az a mostohanyának nagyon benne van a, a gyilkosságban a, a keze, és itt nekem Ugye elmeséli, a történetet, ugye, hogy tavaly elvileg az apja meglátogatta Czürikben, és kifakadt neki, hogy a Leslie csak azért ment hozzá, hogy karrier csináljon. Így van. Itt, ugye, itt kapjuk meg az indítékot. Igen, Így tehát van. megvan az indíték, hogy, ugye, hogy, hogy felemelkedéshez használta csak gyakorlatilag, mert ugye vele be lehet futni, és aztán ugye ő ezt megunta, de ő nem volt és elválni, stb. És hát ugye így akarta kimenekíteni gyakorlatilag a vagyont, ezt látta csak megoldás, mert nem volt hajlandó ugye ebből kiszállni semmilyen szinten. Ezt tehát itt már legalább megértettük, hogy miről van szó. De amiben nekem itt megint jön egy kalámbó manipuláció, hogy úgy mondjam, hogy gyakorlatilag elülteti Kalambó a Margaret fülébe azt a bogarat, hogy mi van akkor, ha itt nem gyilkosság történt, vagyis, hogy nem emberrablás történt, hanem ténylegesen gyilkosság. De ezt tu ez, tudjátok, ez a klasszikus, csak ilyen spekulálok, gondolkodok, fejet vakarok mondom, és akkor ugye a Margaret erre az elméletre rácuppan, és közben a Kalambo meg, jaj, de nem, hát ez csak nem. Tehát, hogy nekem val valahogy az volt az érzésem, hogy ő pontosan ezt akart elérni. Kalambo mondja ki azt, hogy itt emberrablásról szó sincs, itt csak is kizárólag gyilkosságról beszélünk. Hát ez triviális, ha a nő a gyilkos. De nem triviális, mert, mert eddig a Margaret erről nem szólt. És a Kalambó ezt nagyon félve, ilyen, ilyen, tényleg ilyen fű alatt jele, jel, jel, Nem értem ennek elmond, a jelentőségét. Elmond, az, hogy, azt, hogy elmondta, hogy tényszerűen mi történik. Mert a, a Margaret szerint csak annyit tudott, hogy a nő keze így vagy úgy benne van. De hogy hogy, miért, merre, azt nem. Itt viszont a Kalambó gyakorlatilag elmondta tényszerűen, de ugye úgy csinált, hogy de hát azért ez nem, hát nem tudjuk, és ezzel gyakorlatilag a Margaretnek ugye nyilvánvalóan meg lett az igazolása az ő elméletének, hogy ez így történt, és szerzett magának úgy egy szövetségest, hogy, hogy, igazából az nem is tudott róla, hogy tehát ő szerintem irányítva volt ezzel a mondattal. Igen, a Kalambó manipulálta egy kicsit a margaret itt, itt, igen, itt szerintem itt egy manipuláció Igen, hát a Margaret volt. pofán veré megpróbálja a kisasszony, ezt még egyszer ne próbálja az, meg. Az, az, utána lesz, igen, amikor már hárman vannak a, az ügyvédnő lakásában. De és, 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 itt is végre egyébként megint előjön, előjön, valami még itt ugye ebben a részben ugye egy nagyon jó oké, okay, közvetett bizonyíték, de legalább megint valamit jelent, és megint csak azt mondom, hogy ezért ilyen szempontból jobb, mint a nulla rész, mert itt megint van egy tény, ugye arról van szó, hogy Paul autóját valaki odavitte, mert hogy az ülés előrébb volt húzva, és Paul meg egy magas ember, tehát ergo egy kisebb ember, alacsonyabb ember vezette ezt az autót, Paul nem mehetett oda. Ugye ez is igazolja, oké, okay, megint csak közvetett bizonyíték, de, de, de megint csak egy kézzelfogható dolog. Illetve az, hogy a sluszkus már nem volt sehol. És ugye oké, okay, erre jött utána az a sztori, bár én nem tudom eldönteni egyébként, akkor erről beszéljünk már, erről a pofoszkodós, sluszkulcsos jelentről, hogy ez, ez ez csak a Margaret magánakciója volt, vagy ebben a Kalambó is benne volt? Tehát ezt nem rendezték meg? Mert nekem volt egy ilyen érzésem benne, hogy megrendezték, hogy, 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 hogy a Leslie előtt lejátszanak. A Kalambó nem szorítán. tehetne ilyet, mert akkor a vádeljárás során, amikor, amikor vallomást tesz a Margaret, akkor el azt mondaná, hogy ezt megbeszélték a Kalambóval. Ezért volt az előző jelenet, amiről beszéltél, elültette a fülében gyakorlatilag, amit az áron mondott, manipulálta a Kalambó a Margaretet. Ezt én mondtam. Akkor te mondtad. Ő is mondta, de én mondtam. Egyébként, bocs, az, megvan, mert hogy így mondtad ugye, hogy, hogy ez ugye a, a, bíróságon probléma lenne. Az amúgy az a rész megvan, ezt kicsit visszaugrok, és csak egy gondolat, hogy amikor ugye a nő visszajött még a, a váltságdiátadásra a repülőgéppel, ugye a Kalambó ott maradt egyedül a repülőtérem és ő bement az öltözőbe, és felfeszítette a nőnek a szekrényét, és kereste a táskát. Ez mennyire legít egyébként? Hát sem mennyire <laughs> Tehát, hogy, ha ott most, most, fel, oké, nem talált semmit, de ha talált volna ott valamit, tehát ez, ez a rész nekem nem tetszett, hogy ne arra, hogy mit csinálsz? Tehát bemész, bementél oda, feltörted a szekrényt, oké, okay, nem találtál semmit, de akkor is rohadj meg, de ha találtál volna, akkor mi? Ja, volt egy gyanú, bementem, feltöltöttem a szekrényt, tehát hogy ez, ez, nagyon gáz. Nem, a, 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 a bizonyítékok közül. És ilyet ő nem szokott csinálni. Igen, de azt viszont sokszor csinálja, hogy. Így nem. Hogy tudja, hogy nem bizonyíték erejű, de ahhoz, hogy az ő az összképet összerakja, az mindig elengedhetetlen nyilván. Ezt azért ugye, de honnan sejtette, tehát érted? Figyelj, van, hogy fölgyújt, nem tudom, kukákat véletlenül meg ilyenek, szóval azért később is bénázik ezzel, de... Az más, de a menjünk... felgyújtás, meg a zárfeltörés nem ugyanaz. Figyelj, itt, okay. vagyunk, itt vagyunk a végén, itt vagyunk már a végén, és nekem még egy Igen. gondolat eszembe jut, mielőtt a fináléra rátérnénk. Már csak egy fél, három-négy oldal van, tehát jók vagyunk. <laughs> szóval hogy a, a végén van az a jelenet, amikor ott már, már arról beszélnek, hogy tehát amikor már nyíltan, egymásnak feszül az ügyvédnő meg a kalambó, és így az ügyvédnő arról beszél, hogy hát ez úgyse állja meg a helyét egy bíróság előtt, ezek közvetlen, izé, meg, meg, a, meg a, az esküdtekét hogyan lehet manipulálni, szóval van -e erről már szó, és szerintem ez az a pont, aminél ismét egy attribútumát kapjuk kalambónak, tehát az, amikor már igazából egymással cicázik a nyomozó, és a, a, gyilkos. Hát ez és már korábban is megvolt, amikor ugye mondta neki, hogy maga nem hülye, csak megjátsza. Világos, de itt, ez innentől kezdve tök nyíltan, és ugye ez is egy, egy vissza-visszatérő eleme majdnem minden részben a Kalambos sorozatnak, hogy a végén már azt élvezzük nézni, ahogy egymás körül kering ez a két bolygó. Mert itt már jó ideje, mind a ketten tudjuk, hogy mind a ketten tudjuk, csak bizonyít Igen, ide. így van. Aztán ugye jön az utolsó trükk, vagy annak a végkifejlete, ugye, elvették az ügyet. Margaret, ne bolondoz, engedj el, kérlek, mindegyik vaktöltégy. Tudom, hogy te voltál, követelem a részemet, én csak azt akarom, ami nekem jár. Te neked egy hangjátékot kéne csinálnod. <laughs> Egyébként ott tetszik, hanem ez is, nem tetszik, de nekem nagyon tetszett például az, hogy ott egy olyan paráztató szituációt csináltak a Leslie-nek, illetve nyilván a Margaret rendezte meg, ahol az összes olyan elemet felhasználták, amiket ő is felhasznált a gyilkosság során. Mert ugye volt az a klasszikus ülverádlövök szó nélkül. Oké, hogy utána volt több lövöldözés, ezt engedjük el, akkor megjelent az a kis dobozka, amit azóta se értek, hogy, hogy tudott lentről villogni. Neki fel se tűnt, hogy ez mi a szart keresít, tehát hogy ezt kapásból tudta, hogy mi az. Megjelentek a tükörre ragasztott betűk, ugye abból a betű újságból. Tehát, hogy nekem ez a része viszont tetszett, hogy minden elemet felhasználtunk, vagy felhasználta. Itt, itt a zenész, meg a vágó ismét elemében volt. Tehát, hogy ez, ezek azok a részek, amiket én így én tudom, hogy ez nem jó, de guilty pleasure. <laughs> ez tök jó volt. Nekem ez a rész nagyon tetszett. Szóval 20 ezer dollár 5 évig. Azért az kemény. Ö, egy kérdés. Ugye, arról, ugye, itt, ugye úgy indult a dolog, hogy a margaret ugye el akarta zavarni ezután a sztori után, hogy közölte, hogy Tehát, hogy a szarba lehet azt jogilag érvényesíteni, hogy a, a lányát kitagadja minden évből, ami az apjáé. Tehát milyen, milyen jogalap zavarja zavarja amúgy? Hát itt egyébként szerintem nincsen, de egyrészt nem vagyok ügyvéd, de nem, én azt azért gondolom, kérdezem. hogy itt nem is, nem is tudunk mindent, hogy ugye ők férjes feleség voltak, Igen. de egyébként ez államonként is változhat, ha Tehát jól a lánynak tudom, akkor hogy... is jár valami örökség. Igen, és, a, és amúgy nem biztos, hogy ki lehetett volna, értem, hogy itt ez a trükk része volt, de nem biztos, hogy ki lehetett volna fizetni az ő pénzét a váltságdíjra, az maga Szóval itt, itt e, ebből a szempontból a nincs, nincs... Jó, jó, váratok, váratok, és fél percben mondjuk el a hallgatóinak, hogy tulajdonképpen miről van itt szó. Tehát ugye arról van szó, hogy nagyon utálja egymást a mostoha anya és a lánya, tartatatlanná válik a kett, az, hogy egy fedél alatt lakjanak, és végül oda manipulálja a lánya mostohanyját, hogy akkor tulajdonképpen ő ezt az egész problémakört, mi szerint valaki megölt az apját, és szerinte a mostohanyja volt, ezt ő elengedi, ha kap elég pénzt, ha kap évi X járandóságot, és akkor ő megy vissza a Svájcba tanulni. Tehát ez, a, ez az alapkiinduló. Hát volt vo volt, volt, volt egy váltás a veszekedésükben, amikor ugye... Igen, anyám. Amikor az még az... Tehát amikor volt egy ilyen, amikor azt mondja ugye Lezni, hogy szóval egyességet akarsz? Tehát itt volt az a pont, amikor konkrétan beismerte, hogy jól van, megöltem, de akkor, akkor egyezzük meg pénzben, és az egy dolog, hogy elárulta magát, de ugye itt jön az, a, az, az emberi dolog, hogy hogy egy galád ember, ugye galád emberre már egészen másképp tárgya. Tehát innentől fogva már nem számított az a történet, hogy ő tagadjon, vagy bármit, hanem ő azt gondolta, hogy a Margaret pontosan egy ugyanolyan aljadék, mint ő. És innentől fogva már egy szinten voltak Leslie szerint, és úgyis úgy is beszélt Margaret... Vele és rá is rakott egy lapáttal, mert ugye azt mondta, hogy ad 20 ezer dollárt 5 évig, Igen. 5 éven keresztül gondolom 25 így értette. Volt az Vagy azt mondja, azt mondta, hogy 25 ezeret adott tapám, adj ennyit, akkor deal. Jól csinálta. Tehát azért mondom, hogy a, a Leslie tényleg behúzta a csőbe, mert elhitette vele, hogy lesüllyedtem a te szintedre. És hogy csak, hogy egy kontextusba tudjuk rakni, ez a mai áron, tehát értékében ez 66 millió forintnak megfelelő. Per év évi a parancs. Hát igen, ez per, évi a parancs. az az el 188 ezer lenni. dollár, tehát 66 millió forintnak. Azért, hogy el lehet lenni. lenni. Na, tényleg már, a apró És pénz. ugye a, a nagy finálé tehát az, hogy amikor kimegy a reptérre a két nő, tehát a mostoha anya és a lánya, a mostoha anya azért, hogy tutira fölüljön arra a repülőre és menjen el a, a megkapott bőröndnyi Miközben pénzzel, a Margaretnél ott a pénz, kp a, van, van, a bőrönben, van, ez, fontos, van, ez igen. fontos. Akkor a finálé az az, hogy ez igazából már Kalambóval meg volt beszélve előre, meg volt rendezve, és mivel a pénz az meg volt jelölve, és föl voltak írva a címleteknek a sorszáma. Ez az egyetlen kézzelfogható bizonyíték. Ez az egyetlen kézzelfogható bizonyíték, és így bukik le a gyilkos ügyvédnő. Tehát így, így kerek a sztorink. És itt jön, itt jön például az a rész, amit ugye Ádám is mondott, hogy ugye a lekezelő nő, ugye amikor ugye Margaretet fölzavarja a repülőre, és ugye azt hiszi, hogy a dobozos csávó már akkor ott állt a, a, beszálló résznél, ugye, aki aztán a dobozba hozta a, a bőröndöt, hogy ugye Kalambó, ugye, kimene, ugye amikor megy ki fel a repülőtérre, hogy a Kalambó támasztja a falat, és úgy ott beszélgetnek, hogy hát Mizu van, és ő csak annyit mond, hogy hát itt vagyok, stb. És akkor annyira lekezelővel a Leslie megint, hogy hát, hogy szinte azt érted, hogy de jaj, jaj hát... meg velem valami. Igen, meg hogy így gyere, gyere, te szerencsétlen gyökér, meghívlak, iszunk valami szart, mert te már ezt elbuktad, elb el elvesztettél egy bűnözőt, kis csillag. Tehát, hogy annyira lekezelő volt vele, hogy, 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 hogy tényleg A ah, szörnyű. Akkor megütöttem volna, de hát persze tudtam, hogy nem kell, mert majd megütült a guta, de, de, de ott, ott tényleg annyira gáz volt, és, és ez tipikusan kijött belőle lesz, hogy ő ilyen. És lézi, emlékezzünk meg arról, hogy itt azért megint van tök jó rendezői kézjegy, tehát miután elviszi a rendőrség a, a gyilkosunkat, és ott marad a, a kávézó asztalánál a kalambó, és nem tud pénzt, nem tud, nem tud fizetni, ott, ott van előtte a 30 ezer dollár, vagy nem tudom, 20 ezer dollár, de nem tud két dollárt, igen, S, és mi, mi az, ami még hiányzik? Mert megbeszél, hogy jó, akkor, akkor aláírja, tehát hogy egy ilyen csekk, vagy mi váltóval kifizeti, vagy mivel csekkel kifizeti, de nincs tolla. Ugye ugyanúgy, ahogy nem volt tolla, amikor először láttuk a részben. De várjál, és ebben a részben amikor háromszor elveszette. volt tolla a kapcsolatos <laughs> igen, afféria. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy ez végig vonul szépen. E, ezek az apróságok, ez, ehhez rendező kell, aki ezekre az apróságokra figyel. És ettől hogy így lesz kalambó a kalambó, hogy ilyen komikus helyzetbe kerül, hogy nem tud kicsengetni négy dollárt, úgyhogy ott van előtte nem tudom hány ezer dollár. És, Igen. és, és, de és a, az, és, a és az és egyik kezé, a másikba hogy a pincért csak a négy dollár, és akkor közben a kalambó kezébe ott van egy adag pénz, és a másik kezébe meg a zsebébe keresi az aprót. Kész. Tehát totál parizel. És akkor tényleg utána még az, a jó van, írd alá. Ja, sincs. <laughs> Maradt még bennetek valami? Hát értékelünk kell szám számokkal. Tudjátok, az első részben elkezdtük értékelni. A Pont kivágtam az első részben egyébként azt a részt. De értékeljünk. Hát akkor, akkor a hallgatóinak elmondjuk, hogy az első részben értékeltük az első részt, a, és mindig értékelni fogunk, Csak És nekem a, nekem, a, nekem a feladatom majd a végén összeadni, 68 rész után, hogy ki hány százalékra értékelt. Mennyi, mennyi volt a múltkori pontszámok, azt meg tudod most így mondani? Látod Igen, a, a krimiként a Gergő 8 adott rá. Viszont ötre értékelte magát a filmet, te 4-4, ugye 1-5-10-es skálán, én pedig krimiként 6-osra, és mint film, vagy mint Kalambó filmként is 6-osra értékelem. Kalambó az elsőt. filmként értékel, nem filmként általában. Jó, bocsánat. Tehát egyszer igen, krimiként, igen. és egyszer kalambóként. Igen, igen. Na most mik a, mik a számok? Hát, ez krimiként nekem nem volt annyira... Tudom, hogy én is itt voltam, de ezt úgy kell érteni, hogy krimiként, amit csak úgy látunk, és nem egy kalambó. Így van, így van, jó, tehát maga, maga a bűnügyi, bűnügyi szál. 5 és 6 között valahol, nem tudom. És kalambóként, tehát kalambó filmként ez ennyire jó, vagy rossz? Hát kalambóként, nekem kalambóként itt már voltak azért itt, itt egy, 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 ilyen 7-8 körül, mert itt már nekem meg volt a klasszikus. Nem, nem, az, nem, a, a stílus jegyek, és lehet, hogy azért, akkor csillagoz meg, de lehet, hogy azért, mert az első 0 1 egyedik részhez képest felidülés volt, hogy végre kalambó karakter jelene, stíluselemek voltak, és a nyomozás is olyan volt, hogy nem az volt, hogy oda és is a csajt, hanem tényleg csőbe húzom rendesen a, 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 a bűnöst. Nekem ezért tetszett. Tehát most magát a Peter Falk kalambó effekteket nézem, nem az, hogy most mennyi ideig repültünk a repülővel, vagy, vagy, hogy most villogott az a szar, vagy nem villogott. Na! <laughs> És Ádám, neked mik a pontszámaid? Fölírom. Minusz kettő, minusz kettő. Hát őszintén szólva, nekem ez kevésbé tetszett, mint az a múltkori rész, mint az első rész. Az a baj, és akkor négyet adtam. N négyet és négyet. Igen. Négyet és négyet. Nehéz, nehéz emiatt, túl alacsonyabb pontszám, nem akarok mínuszba lemenni. Még lehet menni, mert három, szóval két, kettő, egy. Kalambó rész, kalambó rész, ez mondjuk legyen hármas, mert egyébként azzal egyetértek, amit a Gergő is mond, hogy azért a, azok a kalambó momentumok azért benne voltak de én, 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 rosszabbnak tartom, így ezzel együtt is, mint az előző Kalambó Momentum nélküli kalambót, én ezt nagyon, nagyon rosszul éltem meg ezt a részt, és mint Krimi, hát mint Krimi egy-kettes. Tehát én alá megyek a múltkorinak. De ez azért elmondom, hogy nem leszek ilyen szörös hogy sok, sok, nagyon jó rész van számomra, sok pontos nagyon jó rész van a kanámban. Itt igazából a krimi rész miatt nálam csak azért magasabb, mint a tied, mert legalább volt benne. Nekem tetszett ez a csavar egyébként, hogy egy halott embert élővé avanzsált. Megpróbált. Ez, 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 ez vagány dolog. Oké, hogy nem tartott sokáig, nem működött, de meg el is árulta, de azért ez úgy kreatív. Ahogy mondta, ilyen, ugye az a gadget cucc. Legyen meg a dokumentáció, nekem ötös és ötös mindkettőre, tehát én is kevesebb pontot adok, mint, a, mint az nulladik pilot epizódra. És van még egy állandó rovatunk, mert én mindig följegyzem, hogy vajon hányszor volt az, hogy visszanéz és visszakérdez, hogy jaj, még egy... Szerintetek hány ilyen volt? Én nem emlékszem, hogy lett volna. Volt olyan, és amikor a nővé kérdezett vissza Így van, olyan volt, így van. Azt, 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 én nem számolom bele. Azt én nem az, számolom. Az, az, az nekem pont akkor négy, jutott eszembe. Négy, négy, Gergő szerinted meg nem volt egyáltalán? Én nem emlékszem rá, hogy lett volna. Kettő volt. Na, azért, a kevés. Kettő volt. A női megmaradt nagyon, mert akkor jutott eszembe. Muszáj lezárni a műsort, mert aztán ennek a értékelést is a szegény vágóolló markaiba kell küldeni, úgyhogy sajnos véget ért ez az izgalmas beszélgetés, és nyilván ezekről a részekről lehetne, lehetne hosszan beszélgetni akkor csak akkor többet kéne fizetni a vágónak. Úgyhogy csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast következő része augusztus 28-án jelenik meg, amelyben egy írópáros tehetséges tagja bejelenti partnerének, hogy szólóban akarja folytatni, így az megöli. Izgalmas rész lesz intrikával, zsarolással és indokolatlan jómodorral. Ugyanebben a felállásban várunk majd titeket. Sok szeretettel a Parallax és Retroverzumban. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam növében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.